Hát, sziasztok! Ez a videó most azért készül, hogy az előző kis szösszenetet egy kicsit elmagyarázzam, ugyanis ugyan nincs alatt a hang, mint később kiderült, amikor már visszajöttem Windows alá. A lényege a videónak nagyon röviden, pendrive-ra föltettem a Linux mintet, erre a kis pendrive-ra, és Live CD-jét elindítottam, és kipróbáltam a gyárilag integrált Firefox alatt a YouTube-on való felvételt. A kamerával tökéletesen fölvette, de mint láthatjátok, sajnos a mikrofon, ami most jelen pillanatban ugye működik normálisan, az a Live CD alatt nem, viszont az egy elég érdekes történet, hogy föl sincs telepítve a rendszer, egy pendrive-ról megy, és te meg videót készítesz a YouTube alá, és akár most, ha itt kopasz seggel táncikálnák, hello, hello, akkor fölkerülne úgy a YouTube-ra, hogy a rendszer föl sincs. És ez azért is készült, ugye, mivel ma elég sokat nézelődtem, és tájékozottam a Linux minttel kapcsolatban, ami alatt ugyanúgy van Steam, mint az Ubuntu alatt, és a Windows alatt, és a többi alatt, így ezáltal nagy valószínűséggel az Ubuntu-t most egy kicsit félre fogom tenni, mert úgy értem, hogy lesikálom, és a mintet kívánom föltenni, és ki akarom próbálni, hogy mi igaz abból, hogy sokkal stabilabb, mint a Windows. Az elrendezése maga, azt még itt a néma videóban el is mondtam, csak sajnos nem hallottok belőle semmit, legfeljebb a süket néma sorstársaink tudják leolvasni a számról, hogy mit is beszélek. A lényeg az, hogy a Linux mint alatt olyan a tárca, mint a Windows alatt, az óra a jobb sarokban van, a tárca lent van, van start menü és minden más egyéb, és gyakorlatilag viszont sokkal szebb a felület. Sokkal csillivillibb és sokkal jobban szétefektezhető, már akinek ez számít. Úgyhogy ez csak egy rövid kis magyarázat volt, köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!